Szervusztok, kedves gyerekek! Szeretettel köszöntelek titeket! Barta Magda a nevem, tanítónéni vagyok Kolozsváron, a Bátor István Elméleti Liceumban, és első osztályos gyerekeket tanítok. Elárulom nektek, hogy ők nagyon szeretik a találós kérdéseket, és biztos ti is, gyerekek, ügyesen, gyorsan fejtitek meg ezeket. Ezért ma két állatokról szóló találós kérdést hoztam nektek. Lássuk is az elsőt. Lassan, bánszorogva mászom, a házamat sose látom. Mi az? Biztosan rájöttetek, gyerekek, hogy bizony a csiga. Nézzük a második találós kérdést. Icipici lánynak pettyes a ruhája, kezedre ül, elszáll, s csak bámulsz utána. Mi az? Lássuk csak, kirepült ide hozzánk. Hát bizony, a katica. Nagyon ügyesek vagytok. Gondolom, sokan közületek felismerték Bogyót, a csiga fiút és Babócát, a katica kislányt. Képzeljétek, egy szép napsütéses napon Bogyó és Babóca együtt barkácsolt, s valami nagyon szépet, érdekeset készítettek. Ha figyelmesen meghallgatjátok a következő mesét, megtudhatjátok, vajon mi is az. Bartos Erika, a papírsárkány. Bogyó, a csiga fiú, még aludt, amikor Babóca, a katica kislány bekopogott az ablakán. Jó reggelt, Bogyó! Gyere, csináljunk papírsárkányt! Babóca megrajzolta, Bogyó pedig kivágta a papírsárkányt. Aztán színes szalagokkal feldíszítették. Végül hosszú köteleket kötöttek a papírsárkányra. Próbáljuk ki, mondta Bogyó. Kézen fogva elindultak, hogy felröptessék a papírsárkányt. De hiába dobták fel újra és újra, a papírsárkány mindig visszazuhant. Felmászom a fára, megpróbálom onnan, hát ha felrepül, mondta Babóca, de a papírsárkány most is lezuhant a földre. Hirtelen feltámadt a szél. Nagy erővel magával sodorta a sárkányt, és vele együtt Babócát is. Bogyó, segíts! Bogyó felmászott a fára, és elkapta Babóca lábát, de neki sem sikerült visszahúzni a papírsárkányt. Így már ketten repültek tovább. Arra repült Baltazár, a méhecske. Elkapta Bogyó lábát, de neki sem sikerült visszahúzni a papírsárkányt. Így már hárman repültek tovább. Egy fenyőfa tetején üldögélt Döme, a krumpli bogár. Elkapta Baltazár lábát, így már négyen repültek tovább. Ugri, segíts, kiabált le Baltazár az arra sétáló szöcske lánynak. Ugri elkapta Döme lábát, így már öten repültek tovább. A szél egyre erősebben fújt. Arra szállt Pille, a lepke kislány. Elkapta Ugri lábát, így már hatan repültek tovább. Vendel, a szarvasbogár és Szellő, a szitakötő, ilyetten néztek utánuk. Jaj, az erdő felé fújja a sárkányt a szél. A papírsárkány belegabajodott egy fenyőfa csúcsába, Babócáék pedig mindnyájan a fák tetejére estek. Aztán elállt a szélvihar, és kisütött a nap. Bogyó aggódva nézett a katicára. Babóca, én nem tudok repülni. Hogy jutok le innen? Ne aggódj, Bogyó, majd csak kitalálunk valamit. Már ki is találtuk, kiáltotta Vendel. Gyere, Bogyó, ugorj bele a ponyvába. Ne félj, nem ütöd meg magad. Amint Bogyó belepottyant a ponyvába, rögtön vissza is pattant, és újra a magasba repült. Nézzétek, ez nagyon jó! Próbáljuk ki mi is, kiáltották a többiek. Késő estig ugrándoztak fel le a ponyván. Éjjel, amikor az erdő kislakói már mind aludtak, a szél újra feltámadt, és elvitte magával a papírsárkányt. Hát bizony, már a mese címe is elárulta, s a meséből is kiderült, hogy
bogyó és babóca papírsárkányt készített. Ez egy mondat. Jelöljük egy vízszintes vonallal a mondatot. A mondat végére pontot írtunk. Számoljuk csak meg, hány szóból áll ez a mondat. Bogyó 1 és 2, babóca 3, papírsárkányt 4, készített 5. Húzzunk 5 vízszintes vonalat, hiszen 5 szóból áll ez a mondat. Most próbáljunk meg, gyerekek, egy szóval válaszolni a következő kérdésre. Mit készítettek? Hát biztosan tudjátok, hogy papírsárkányt. Nézzétek csak, milyen sok szép színes szalaggal díszítették a papírsárkányt. Jelöljük egy vízszintes vonallal ezt a szót. Biztos vagyok benne, hogy ti már nagyon ügyesen tudtok szótagolni, és megbirkóztok egy ilyen hosszú szóval is, mint a papírsárkány. Gyertek, szótagoljuk együtt. Először is tegyük a kezünket az állunk alá, szótagoljunk, és ahányszor az állunk a kezünkhöz ér, annyi szótagból áll ez a szó. Papírsárkányt. Ez a szó 4 szótagból áll, tehát 4 vízszintes vonalkát húztunk. Most pedig bontsuk hangokra is a szótagokat. Az első szótag pa. Bontsuk hangokra. P, a. 2 hangból áll. Jelöljük 2 hangköröcskével. A második szótag pír. P, i, r. Ez bizony 3 hangból áll. A harmadik szótag sár. S, a, r. Ez a szótag is 3 hangköröcskéből áll. Az utolsó szótag kányt, k, a, ny, t. Ez a szótagunk 4 hangból áll, ezért 4 hangköröcskét rajzoltunk alá. Gyerekek, milyen hanggal kezdődik ez a szó papírsárkányt? Bizony p hanggal. És a szó legelső hangja a p, ezért kiszíneztük az első hangköröcskét. Halljuk-e még a szóban a p hangot? Pa, pír, sár, kányt. Halljuk bizony, a harmadik hang is p hang, tehát a szó első és harmadik hangja p. Nagyon ügyesek vagytok, gyerekek. Biztos rájöttetek, hogy ma a p hanggal és p betűvel fogunk foglalkozni. Ezekkel a betűkkel, a kis és nagy írott p betűvel, és a nyomtatott kis és nagy p betűvel fogunk ma megismerkedni. Figyeljétek csak meg, hogy amikor a p hangot ejtjük, az alsó és felső ajkunk összeér. Próbáljátok ti is a kisfiúval együtt ejteni a p hangot. Nagyon ügyesek vagytok, gyerekek! Beszéltünk bogyóról, babócáról, a papírsárkányról, de a mesénkben még sok érdekes kis állat szerepelt. Ismerkedjünk meg velük is egy kicsit jobban. Társítsuk a szókártyákhoz a szereplőket. Lássuk csak, kik a mese szereplői. Kinek a neve végződik m, e betűkkel? Dömének, a krumplibogárnak, döme. Ki nevében halljuk kétszer az ó hangot, egyszer röviden, egyszer hosszan? Hát bizony, Bogyó nevében. Baltazár nevében az a hangot halljuk kétszer. Nagy ú kezdőbetűvel kezdődik Ugri neve. Szellő nevében e és l hallatszik. A-val babóca neve végződik. A nagy V betű Vendel nevének kezdőbetűje. A lepke kislány neve Pille, az ő nevének minden betűjét tanultátok, és ismeritek már. Ezek a kis állatok a mesében izgalmas kalandokba keveredtek. Válasszuk ki közösen a helyes válaszokat, s megtudjuk, melyek is voltak ezek a kalandok.
Válaszoljunk a kérdésekre. Ki rajzolta meg a papírsárkányt? Hát, biztosan visszaemlékeztek, gyerekek, hogy a papírsárkányt Babóca rajzolta meg. Nagyon ügyesek vagytok. Ki vágta ki a papírsárkányt? Bizony, a csiga fiú, Bogyó, vágta ki a papírsárkányt. Ki kapta el Ugrilábát? Ugrilábát Lepke. Kapta el Pille, a Lepke kislány. Nagyon jó. És kiugrott le legelőször a ponyvába? Hát bizony, Bogyó, a csiga fiú, hiszen a meseszereplők közül ő volt az egyedüli, aki nem tudott repülni. Segítsetek, gyerekek! Lássuk vajon a következő találós kérdés, kire illik a mese állatszereplői közül. Tarka, de nem virág. Szárnya van, de nem madár. Álló napon át a rét fölött száll. Mi az? Hát bizony Pillére, a Lepke kislányra illik. A mese állatszereplői közül csak az ő neve kezdődik, P hanggal, Pille. Ezért megkértem őt, hogy kísérjen el minket betű és számország birodalmába, mert mi Meseországból most éppen oda tartunk. Segítsetek, gyerekek, egy mondókával hívjuk Pillét magunkhoz, tegyétek össze a két tenyereteket, s tapsoljátok ki a mondókát. Kis pillangó, picike, ne légy mohó, szállj ide. Tarka, barka, szárnyadon, gyönyörködöm én nagyon. Nagyon ügyesek vagytok, gyerekek, láttátok, hogy milyen boldogan repült ide hozzánk Pille? Meg is érkeztünk Betűországba. Rengeteg betű otthona ez a birodalom. Először egy pipacsokkal teli rét köszöntött minket. Pille csak azokra a pipacsokra szállhat, melyeken kicsi vagy nagy P betű van. A többit szedjük le. Közben figyeljétek meg jól, gyerekek, a kis és nagy nyomtatott P betűket hogyan írják. És amikor az összeset megtaláltuk, hiszen a többit leszedtük, akkor meg is fogjuk számolni, hogy hány pipacsra szállhat Pille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pipacsra szállhat Pille. Nagyon ügyesek vagytok. Pille szeretné, ha segítenénk neki elolvasni a következő szavakat, s mivel a sárga a kedvenc színe, ugye láttátok, hogy a pipacsok P betűjé sárgára színeződtek, itt is színezzük sárgára azokat a szókártyákat, melyeken a képek nevét olvashatjuk. Olvassátok velem és Pillével együtt a szavakat. Balról jobbra haladva, a szívecskétől a jobb kéz fele. Som, síp, supp. Hát ezen a képen bizony sípot látunk. Epe, púp, apó. Apó képét láthatjuk ezen a kis képen. Második sor. Pa, pa, pi, pe, pi, pa. Hát ez nem lehet más, mint a pipa. Pap, lop, lap. Bizony itt lapokat láthatunk. Na lássuk, vajon ez a teve milyen állat lehet. Púpos, pasas, tapos. Ez a teve púpos, mégpedig két púpja is van, biztosan megszámoltátok, hiszen tudjátok, hogy vannak egy púpú tevék is, és őket dromedárnak is szokták nevezni. Vajon mi lehet a kisfiú neve? Pata, Peti, Póli. A kisfiú neve Peti. Nagyon ügyesek vagytok, gyerekek, s ha már a szavakat ilyen ügyesen el tudtátok olvasni, akkor biztosan a mondatok olvasása is nagyon jól megy nektek, és segíteni fogtok Pillének.
párosítsunk két azonos színű kártyát úgy, hogy értelmes mondatokat kapjunk. Először a kék színűt olvassuk. Itt a, ta, pos, pos, ta. Akkor lesz értelme a mondatnak, ha a posta szót választjuk. Itt a posta. A palota emeletes, a lópata emeletes. Hát bizony, a palota emeletes. A teve púpos, a teve lapos. Hát már az előbb is láttuk, hogy a teve púpos állat. Nagyon ügyesek vagytok. Pille megsúgta nekem, hogy az olvasás már jól megy neki, de szeretné, ha megmutatnánk azt is, hogyan kell írni a kis és nagy írott p betűt, hiszen akkor ő is le tudná írni a nevét, Pille, és azt is, hogy Lepke, mivel ő egy lepke kislány. Gyerekek, írjátok velem és Pillével együtt a p betűket. A kis írott p betű kis támasztóvonallal, ferde vonallal, és végül felső és alsó horogvonallal folytatódik. A kis p betű a szobában és a pincében lakik. A nagy írott p betűt lássuk csak, hogyan is írjuk. Nagy horogvonal, és egy fordított cica vonalra hasonlít a p-nek a kalapja. A nagy p betű a padláson és a szobában lakik. Biztos vagyok benne, hogy ti is, gyerekek, szépen, helyesen le tudjátok írni a kis és nagy írott p betűt, akár csak Pille. Meg is érkeztünk Betűország határához, és képzeljétek, gyerekek, Számország, szomszédos Betűországgal. Barangoljunk egy kicsit Számországban is, ahol rengeteg szám otthonra talált. Csigák, katicabogarak, papírsárkányok és persze lepkék meg virágok is laknak Számországban, velük is találkozni fogunk. Lássuk csak, kivel találkozunk először. Három csigával. Írjuk is le a számot. Három. Kik érkeznek aztán? Katicabogarak. Számoljuk meg őket. Egy, kettő. Írjuk is le a számot. Két katicabogár. Most számoljuk meg, hányan vannak összesen. Hát bizony, öten vannak összesen. Matematikai nyelven ezt úgy mondjuk, hogy 3 plusz 2 egyenlő 5. Nagyon ügyesek vagytok. Ha előbb a katicabogarakkal találkoztunk volna, és aztán érkeztek volna a csigák, mégpedig 3-an, akkor is 5 állatkával találkoztunk volna. Tehát 3 plusz 2 egyenlő 5, de 2 plusz 3 is egyenlő 5-tel. Az összeadás tagjait felcserélhetjük, és az eredmény, gyerekek, ugyanaz marad. Pille nagyon boldog, hiszen találkozhat kis lepke barátaival. Először 3 lepkével találkoztunk, aztán, mikor újra megszámoltuk őket, már 5-en voltak. Vajon hány lepke fog még ide szállni a 3-hoz, hogy 5 lepkénk legyen? 2 repült ide bizony. 3 plusz 2 egyenlő 5. Tovább mentünk Számország birodalmában, s hozzánk repült 5 lepke. Kis idő múlva észrevettük, hogy már 8-an vannak. Hány lepke csatlakozott még hozzájuk? 3 lepke repült ide, 5 plusz 3, egyenlő 8. Nagyon ügyesek vagytok, gyerekek. 4 papírsárkányt láttunk szállni a magasban, s mikor újra oda pillantottunk, már 7-en voltak, 3 sárkány repült utólag a 4 mellé. 4 plusz 3, egyenlő 7. Virágos réthez érkeztünk utunk során, 4 lepke kísért minket, de csak 3 virágot találtunk. És egy virágra csak egy lepke szállhatott. Hány virágot kellett Pillének odavarázsolnia? El is felejtettem említeni nektek, hogy Pille varázserővel bír, hogy a 4 lepke 4 virágra szállhasson. Lássuk csak!
egy virágot, jól varázsolt Pille, nézzétek, mind a négy lepkének jutott egy-egy virág. Öt lepkével találkoztunk aztán, s megkértek segítsünk nekik, hiszen csak három pipacsot találtak, de ők öten vannak. Pillének vajon hány pipacsot kell odavarázsolnia a három mellé, hogy az öt lepke öt pipacsra repülhessen, szerintetek, gyerekek? Két pipacsot bizony, nézzétek, milyen boldogan szállnak a lepkék a pipacsokra. Pille most azt súgta meg nekem, hogy szerinte, és elárulom nektek, hogy szerintem is, nagyon ügyesen dolgoztatok, segítettetek, az összeadás is jól megy már neki. De most már, mivel egyre hűvösebb van, hazatérne Lepkeországba. Gyerekek, ha szeretnétek, tanuljátok meg a Lepke te kedves című éneket, és mikor tavasszal újra találkoztok Pillével, elénekelhetitek neki. Meglátjátok, nagyon boldog lesz majd. Búcsúzzunk el Pillétől egy kis verssel. És én is elköszönök tőletek, gyerekek. Nagyon jó volt veletek együtt barangolni Meseországban, Betűországban és Számországban. Csukás István, röppenj már! Csengő szól, gingalló, röppenj már, pillangó! Pillangó, messze jár, volt, nincs nyár, vége már. Szervusz, kedves Pille, szervusztok, kedves gyerekek!